singing cause it's over. Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő részgémem a Legendary MC-n, és akkor mehet is a játék. Itt vagyunk a Dust 2 nevű pályán, nagyon sokan játszanak most ebben az arénában, körülbelül 7-en vagyunk, ami itt ritka esetnek számít, hiszen körülbelül 4-en indulunk egy ilyen játékban. Hoppá, az a csávó az lelőtt. Oké, és ez meghalt. Ide rakunk pár aknát, hiszen ezek is segíthetnek abban, hogy több pontot szerezzünk. Továbbá a boosterek, például a láthatatlanság, gyorsaság és a hógolyó, ami az ilyen bomba fejbének felel meg, tehát azzal 30 pontot lehet zsákmányolni. Oda letett egy TNT-t, tehát azt kikerüljük. Itt jövünk, megszerezték a hógolyót, amivel lelőnek, és akkor elvesztjük a pontunkat. Vettem a Legendary MC-n egy ilyen zsoldos rangot, küldte az egyik kedves nézőm rá a lét. Nem is gondoltam volna, hogy itt Legendary MC-n vannak olyan nézőim, akik rendelkeznek lével, de hát volt, és természetesen magától küldte a játékos, nem kértem tőle, nagyon rendes volt, nagyon szépen köszönöm. Aki magára ismer, írja le nyugodtan a nevét a kommentben, és nagyon szépen köszönöm. Felvettem a gyorsaságot, 20 pont, mi vagyunk most az első helyen, viszont a Julio és a Killer Girl nevű játékos nagyon szorosan a nyomunkban vannak, hiszen ők is ilyen 80-80 ponttal rendelkeznek. Most már lehet többel, mert belementem egy aknába. Ott van a szexi játékos, és itt van Julio, aki úgy szint jól játszik. Ugye defa skinű, hát a defák meg ilyen kis kemények. Hoppá, van ilyen csakis bakis lány. Hoppá, na, mehetünk a hógolyóért, hiszen ott van, viszont lehet felveszik hamar. Gyorsan ugráljunk érte, hát ha felveszem és fejbe dobunk valakit. Na, és 30 pont. Ugye ez 15 meg 15, ugye a dupláját kapjuk. 10 meg 10 ugye az 20, ezért megkapunk 10-zel többet, hiszen 5 meg 5 az 10. Na szóval ott van láthatatlanság, viszont mire érte mennék, lehet eltelne egy kis idő. 2 perc van még hátra a videóból és a játékból is, és 220 pontunk van, tehát még simán beelőzhet az a játékos, aki a második helyen áll, Oli, tehát Julio most visszament egy picit hátrébb, viszont újra tartja a második helyen az élen. Ugye ez attól függ, hogy ki mennyit lő el egy kis idő alatt, tehát utolsókból lesznek az elsők végül is, ez mindig ilyen, hogy aki belehúz a játék végén, és nagyon oda teszi magát, abból lehet akár első helyezett is. Főleg, hogyha valakit lelövünk egy ilyen hógolyóval, viszont én most picit béna voltam, és nem tudtam lelőni, viszont neki ez boldogság, hiszen megmaradtak a pontjai. Na szóval most itt lövünk játékosokat. Oké, és azért nem kaptunk pontot, hiszen nem találtuk el, vagy nem húztuk ki az íjunkat teljesen, tehát valamikor abban a hibába esek, de most teljesen kihúzom. Nem fogom ezt a hibát elkövetni, hoppá, ott a játékos. Ezt megkaparintjuk, hoppá, lőttünk egyet, de nem találtuk el, hiszen egy óriásit pattantunk. Na most kilövöm, szerintem eltalálom. Hoppá, 20 pont. Közben ott jönnek hátulról is, az 10 pont, hiszen nem volt booster hatása alatt, mármint én nem voltam az alatt. 170 pontja van, 340 az pont a duplája. Tehát, hogyha ő felvenne több ilyen hógolyót is egymás után, akkor végül is lehet be tudná hozni, viszont most én szedtem ezt fel. Ha jön a játékos, akkor így egy 30 pontot, Vidos Bogár az a neve, jó kis neve van egyébként, az ilyen kreativitás az határtalan, és még vicces is. Na de jöjjünk ide, fél perc van hátra a játékból, ami azt jelenti, hogy mindjárt vége van, és itt egy játékos, azt láttam, hogy volt nála hógolyó, de nem, az nem hógolyó volt, hanem egy akna, amiben mi bele is mentünk, itt egy láthatatlanság, és mindjárt vége is van a játéknak. Jól van, még egy ilyen kis búcsú szaladás belefér, vagy pár búcsú lövés azoknak a játékosoknak, 10 pont, és megszerezték a bomba fejbét. Na és akkor itt is vagyunk F5-be, el is köszönök, nagyon szépen köszönöm, hogy itt tartottatok velem ez videó alatt. Én Huberix voltam, ha szeretnétek folytatást vagy Legendary MC-s videókat, azt jelezzétek egy lájkkal. Én Huberix voltam, ez a videó ennyi lett volna, 430 ponttal búcsúzom, a második helyzet 230 ponttal, sziasztok!